Az ország egyik legnagyobb pumpapályáját építették Pécsett a Tüskisréti futókör mellé. A speciális kerékpárpálya mintegy 800 méteren terül el. Rengeteg rejtett ugrató és fordító teszi izgalmassá a körözést. Május 25-én verték le a cölöpöt, majd egy hónap után meg is épült a kör. Augusztusban pedig hivatalosan is átadták a sportolni vágyóknak. Ennek érdekében különböző programokat hirdettünk folyamatosan. Ha itt végig gondolom, hogy a térségben milyen programokat tudtunk eredményesen támogatni, akkor hát azt hiszem, hogy felsorolhatunk 5 vagy 6 turistaházat, Orfűtől egészen itt a Misina tetőig. Aztán Komlón például átadtunk egy hasonló bringaparkot, és tényleg sok mindent tudunk felsorolni. Még Kozár Mislenyben is nem sokára átadásra fog kerülni egy hasonló. És nagyon-nagyon jó, hogy ebben a munkában szövetségeseink vannak. Az Aktív Magyarország, régen kormánybiztosság, most már államtitkárság, nem hisz abban, hogy az itt élők akarata ellenére rá tudunk venni bárkit, hogy építsenek. Mi pályázatokat hirdetünk meg, és vannak települések, akik élnek ezekkel a lehetőségekkel, és vannak, akik nem. És én szeretnék gratulálni Pécs önkormányzatának, hogy ezzel a lehetőséggel éltek, ugyanis ennek a pályának a költségvetése, ha a táblán jól láttam, akkor olyan 45 millió forint volt, ehhez 20 millió forint támogatást biztosította az államtitkárság, a többit azt a helyi szinten kellett összeszedni. De a helyi szinten össze kellett szedni, és élni kellett ezzel a lehetőséggel, de gratulálok Pécs önkormányzatának, hogy élt ezzel a lehetőséggel. Itt a gyerekek futóbringájukkal is mehetnek egy nekik elkülönített szakaszon, ahol 5 éves korig ajánlják a sportolást. Ez egy közösségi találkozási pont a fiatalok körében, fogalmazott Révész Máriusz. Ezek a bringaparkok az eddigi tapasztalataink szerint elsősorban a fiatalabb korosztályt célozzák. Sötétben, amikor már úgy gondolják, hogy nem látják, akkor néha kimerészkednek az idősebbek is, és próbálnak egy-két kört menni a pályán, de általában az a tapasztalat, hogy a pályát a fiatalabb korosztály veszi igénybe, általában óvodás kortól mondjuk 25-30 éves korig. De nagyon fontos ez a célcsoport is, hiszen mi, akik régebb óta vagyunk fiatalok, visszaemlékszünk ifjabb korunkra, akkor arra emlékezhetünk, hogyha minket magunkra hagytak, akkor hát nem tudom, összeverekedtünk, fociztunk, fogócskáztunk, de valami mindenképpen történt. Nekem is van 4 fiam, hogy tudom, hogy sokat kell dolgozni azon, hogyha magukra hagyjuk őket, és fél óra múlva rájuk nézzük, akkor ne azt lássuk, hogy mobiltelefonnal a kezükben ülnek egymás mellett, és fantasztikus, izgalmas játékokat játszanak. A játékok egyébként tényleg fantasztikus, izgalmasak, és számunkra az a kihívás, hogy olyan szórakozási lehetőségeket kell kínálni, ami versenyképes élményt, kalandot nyújt egyébként a mobiltelefonon nyújtott fantasztikus, izgalmas játék lehetőségekkel szemben. És az a tapasztalat, hogy a pumpapályák ezt a lehetőséget megoldják. Mindenütt, ahol ilyen pumpapályát építettünk, azt látjuk, hogy 20-30-50 gyerek délutánonként összegyűlik, és lelkesen használja ezeket a pumpapályákat, és folyamatosan ügyesednek. Az Aktív Magyarországért felelős államtitkár érdekes statisztikákat is megosztotta résztvevőkkel, ami a testmozgáshoz kapcsolódik. Azt mondják az egészségügyi kutatások, hogy aki 2,5 órát mozog egy héten, annak az egészségben eltöltött várható élettartama az 4,2 évvel növekszik. Ha rá tud venni Pécs városa ezekkel a fejlesztésekkel 1000 embert, ami nem lehetetlen, hogy 2,5 órát mozogjon rendszeresen egy héten, akkor Pécs városa ezzel már 4200 egészségben eltöltött életévet ad a pécsi lakosoknak. Ha mi rá tudunk venni, mint államtitkárság 100 000 embert, hogy mozogjanak, akkor 420 000 évet, de ha 1 millió embert rá tudunk venni, hogy rendszeresebben mozogjon Magyarországon, akkor 4,2 millió egészségben eltöltött életévet adunk a magyar társadalomnak. Ebben a perspektívában jó dolgozni, de ezt a célkitűzést akkor tudjuk megvalósítani, hogyha szövetségeseink vannak, akik meglátják a lehetőséget a pályázatokban, és olyan szövetségeseink vannak, akik maguk is példát mutatnak. A kanyarokkal és ugratókkal tarkított pumpapálya lényege, hogy egyfajta pumpáló mozgással végig lehet rajta menni kerékpárral, rollerrel és gördeszkával is. Mindez segíti a gyerekek egyensúlyérzékének fejlődését, koncentrációját.